Kedves csokolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, köztisztviselőket, a megjelent vendégeket, akik részt vesznek az ülésen, és mindazokat, akik a tévén keresztül kifigyelmel kísérik a képviselőtestület ülését. A határozott képességet megállapítom, kérem jelentkezzünk be. A képviselőtestület megállapítom, hogy határozatképes, tehát az ülést elkezdhetjük. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Hander képviselőtársunk nem jelenléte miatt, bocsánat, távol léte miatt, ugye hitelesítőt kell, jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Én javaslom, hogy Horváth Nékert, ha olyan, nem, az olyan szépen nézett úgy rám, úgyhogy. Editke, vállalod, vagy Csabát kérjük meg, vagy bejössz. Én tudom, hogy ez külön probléma, hogy bejössz aláír. Én értem. Csak úgy Horváth Edit. Igen. Igen. Vállalod? Köszönöm szépen, akkor Editke vállalja, úgyhogy javaslom, hogy válasszuk meg Horváth Editet jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ezzel egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, a képviselőtestület támogatta a javaslatot. Két napirendi pont kiegészítésem lenne, miután ez nem egyezik azzal, amit kiküldtünk, de bizottságok már tárgyalták. Két külön napirendi pontot, ötös napirendi pontnak kérném, hogyha a testület egyetért vele, vegye fel a pályázat beadását, amit a művelődési ház adna be, és ezt támogassuk, ezt kérném. És a nyolcas napirendi pontként kérném a halászléfőző versenynek a felvételét. Van-e valami kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Hogyha nincs, akkor szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy ezt a két napi rendi pontot 5 és 8-as számmal tárgyaljuk, az kérem szavazzon. Köszönöm szépen, a testület egyetért, hogy a két utólag felvett napi rendi pontot a testület a mai ülésén megtárgyalja. Elkezdenénk a testületi ülésünket, aminek anyagát mindenki megkapta írásban. Az első napirendi pontunk az a tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Ezeket bizottság nem tárgyalja, megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt itt sem látok, szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egy hangulat támogatta az első napirendi pont első részét. Az első napirendi pont második része, jelentés a lejárt határidejű határadatok végrehajtásáról. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdése valakinek a napi rendi ponttal kapcsolatban. Jelenkedőt nem látok. Véleménye? Jelenkedőt is sem látok. Akkor szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egy hangulat támogatta az első napirendi pont második részét. A harmadik része az első napirendi pontnak beszámoló az átruházott hatáskörökbe hozott döntésekről. Anyag kiment, kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdése valakinek az első napirendi pont harmadik részével kapcsolatban van-e? Jelenkedőt nem látok, véleménye? Jelenkezőt itt sem látok. Szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, képviselőtestület
egyhangulag támogatta. Az első napi rendi pont három részét, a harmadik részét is. Ezzel az első napi rendi pontunkon túljutottunk, második napi rendi pontunk következik, tájékoztató Barcsváros sport életéről. Bizottság tárgyat, a Oktatási Művelődési Sportbizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal egyhangulag támogatjuk, javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Anyagot mindenki írásban megkapta. Megkérdem képviselőtársaimat, hogy kérdés az anyaggal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok. Vélemény? Köszönöm szépen, jelenkezőt itt sem látok, azért elmondanám, és a köszönetet fejezem ki azoknak a szakembereknek, akik a különböző egyesületekben, szakosztályokban a munkájukat végzik, és Barcsnak azért komoly hírnevet szereztek, és komoly elismeréseket gyűjtöttek be. Én úgy gondolom, erre feltétlenül számíthatnak, és arra a támogatásra is, amit kapnak, és amivel tudunk nekik segíteni. Én úgy gondolom, Barcs sportélete van, ahol döcög, de van, ahol nagyon jól megy, van, ahol most indul, és egész fölfutóban van, és van, amelyik már régóta komoly teljesítményeket hoz, és természetesen a támogatásokból, amik bejönnek, és amit megszabadott a testület azon belül, egyelőre azon belül, ugye támogatjuk azokat a versenyeket, amelyik most lesznek, éppen egy sort hozott a sportfelelés, vagyis a Gábor, hogy mi mindenre kell pénz, örülünk neki, én legalábbis örülök neki. Bízom benne, hogy ezeken a versenyeken is komoly eredményeket érnek el, komoly elismeréseket hoznak haza. Köszönöm szépen még egyszer minden sport szerető ember nevébe azoknak a munkáját, akik ezt elérik és ezt el tudják végezni azokkal a gyerekekkel, akik az egyesületben részt vesznek. Köszönjük szépen, testület nevébe köszönöm. Akkor, mivel vélemény különösebb nem volt, kifogás nem volt, szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, Erdőasszony. Barcsváros képviselőtestülete Barcsváros sport életéről szóló tájékoztatót elfogadta. Köszönöm szépen. Akkor rátérnénk a harmadik napi rendi pontunkra. A 2017-18-as nevelési évben Barcsváros óvodája és bölcsője intézményben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezése. Oktatási Sportbizottság támogatta, vagy megtárgyalta. Kérem a véleményét a bizottságnak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és ismételten 4 igen szavazattal egyhangulag támogatjuk, javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Nem látom intézményvezető asszonyt kint, akkor ezek szerint nincs külön vélemény, vagy van-e? Tehát van kiegészíteni való a bizottsági vélemény után, vagy nincs? Nincs. Köszönjük szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban. Vélemény? Jelenkezőt egyik helyen sem láttam. Kérem szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egyhangulag támogatta. A négyes... Ja, bocsánat. Barcsváros képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi 190-es törvény 83 szakasz 2 bekezdés D pontjában biztosított jogkörében eljárva, a csoport létszámukra vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve Barcsváros óvodája és bölcsődéje számára 13 óvodai csoport indítását engedélyezi a 2017-18 nevelési évben az alábbiak szerint. Széchenyi közi tagovoda 3 csoport, Hársfa utcai óvoda 3 csoport, Deák Ferenc utcai tagovoda 4 csoport, Szent István utcai tagovoda 3 csoport. Köszönöm szépen, Jadzi asszony. Négyes napi rendi pontunk következik. Tájékoztató Barcsváros önkormányzata 2016 évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól.
a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A tájékoztatót a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Más bizottság nem tárgyalta. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés az anyaggal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok. Vélemény? Jelenkezőt is sem látok. Bízom benne, hogy ebbe az évbe több közbeszerzési eljárást meg tudunk indítani, le tudunk folytatni, és több beruházást bízom benne, hogy el fogunk tudni kezdeni. Köszönöm szépen. Szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, a testület támogatta egyhangulag. Ötös napirendi... Ja. Képviselőtestület Barcsváros önkormányzata 2016 évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatót elfogadta. Köszönöm szépen, jegyzőasszony, és elnézést, hogy mindig sietek. Pályázat benyújtása, ötös napi rendi pontunk, pályázat benyújtása, közművetési érdekesség növelő pályázatra, ez volt az egyik rendkívülésünk. Közben ugye azért bizottság tárgyalta, a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság most a képviselőtestület ülés előtt. Kérem a bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy a pályázat benyújtásával, illetve kiküldött anyaggal kapcsolatban, amit tulajdonképpen nem mindenki látott, van-e kérdés? Vélemény? Én úgy gondolom, mivel jelenkezőt nem látok, én elmondom a véleményemet, minden olyan pályázatra beadjuk a pályázatunkat, amelyiken nincs túl sok önrész, tehát nem 50 vagy 60 vagy akármennyi százalék van, hanem az, ami itt is van, és ebben tudjuk növelni azt a lehetőséget, amit az intézményünkben vagy akárhol máshol, ahol használni tudjuk, olyan fejlesztéseket tudunk megcsinálni, amelyik tulajdonképpen a városnak és az intézménynek is jó. Ez is egy ilyen pályázat. Igazgatóasszonytól nem kérdeztem, ugye, hogy van-e, de hát ő adta be, gondolom, hogy nincs kiegészítés, szeretné megnyerni, ennyi van biztosan. Én azt kérem, hogy a képviselőtestület, ha úgy érzi, akkor ezt a pályázatot támogassa, mert csak előnyünkre válik, a városnak előnye válik. Kérem szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen. Pályázat beadását egyhangulag támogattuk, parancsolj egyzőszön. Barcsváros képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Magyarország 2017 évi központi költségvetéséről szóló 2016 évi 90-es törvény 3-as melléklet 2.4.a pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva közérdekű muzeális kiállítóhely közösségi színterének karbantartását, berendezési tárgyainak gyarapítását valósítja meg 2 millió 600 ezer forint összköltséggel, 2 millió 340 ezer forint támogatási igénnyel. A pályázat benyújtásához szükséges 260 ezer forint saját erőt Barcsváros önkormányzata a 2017 évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítése és végrehajtása során keletkező dokumentumok aláírására. Köszönöm szépen, jegyzőasszony! Hatos napirendi pontunk következik. Sáfran Lajos barcsi lakos, Barcs 4020 helyrajzi számú, valamint a 3914 helyrajzi számú területekre vonatkozó vásárlási kérelme. Anyag kiment, bizottságok tárgyalták, kérem a Jogi Egészségügyi Bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot, és a területvásárlási kérelmet 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Tárgyaltam meg a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság bizottsági véleményt kérnek. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen. Bizottsági vélemények után
képviselőtársamtól kérdezem, hogy kérdése az anyaggal kapcsolatban van-e? Vélemény van-e? Köszönöm szépen, jelenkezőt nem látok. Tehát arról van szó, hogy egy tulajdonos melletti két területet, amelyik elhanyagolt, gazos, nekünk kellene karbantartani, mert önkormányzati, ráadásul kicsi arra, hogy valami komolyabb dolgot lehessen csinálni. Úgy gondoltam, hogy értékesítsük, ezért került terület elé. Természetesen a vásárlóval, az új tulajdonos jelölttel le van egyeztetve, és ő ezért a pénzért elfogadta ezt a határozati javaslatot, hogy az értékelés alapján kihozott összeget azt összegért megvásárolja ezt a területet, de hát ezt a pont a szentesi képviselőasszony tudja, hogy ez egy eléggé eldugott mellékutcában lévő terület. Én úgy gondolom, örüljünk neki, hogy ezt valaki gondozza, rendbe tartja, és valamilyen olyan dolgot művel vele, amelyik egyszer a látképet javítja, egyszer pedig neki esetleg hasznot hoz, de ez már az ő dolga legyen. Mivel véleményt kérdést nem láttam, jelenkezőt nem láttam, szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, az értékesítést a képviselőtestület támogatta, parancsolja ez. Barcsváros képviselőtestülete a 4020 helyrajzi számú kert értékét 53.500 forint, a 3914 helyrajzi számú kert értékét 63.810 forint értékben állapítja meg, jóváhagyja az előterjesztés 3-as számú mellékletét képező versenytárgyalási kiírást. Utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy az ingatlanokat helyben szokásos módon hirdesse meg, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Köszönöm szépen, jelzőasszony. Hetes napirendi pontunk következik. Alapítványi támogatás átadása. Bizottságok tárgyalták, két bizottság, jogi egészségügyi bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontot megtárgyalt a bizottságunk, és az alapítványi támogatást 6-igen szavazattal egyhangulag javasoltuk a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Tárgyalta még a pénzügyi városfejlesztési bizottság, parancsolja. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és 7-igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimtól kérdezem a bizottsági vélemények után, hogy kérdése valakinek van, azt tegye fel. Véleménye? Jelenkezőt nem látok, én úgy gondolom, hogy nincs sok magyarázni való ezen. Örülünk, hogyha tudunk segíteni egy olyan fajta tevékenységnek, amelyik most fog megvalósulni ebbe a városban. Én kérem a képviselőtestület társaimat, hogy támogassuk ezt az előterjesztést. Szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, képviselőtestület támogatta, jelzőasszony, parancsolja. Barcsváros képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 180-as törvény 42 szakasz 4 pontjának megfelelően a Széchenyi Ferenc Művelődési Oktatási Alapítvány részére 100.000 forint támogatást biztosít a 2017 évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. 8-as napirendi pontunk következik. Előirányzott biztosítása az első drávamenti nemzetközi halfőző verseny és fesztiválhoz. Ezt bizottság tárgyalta egy, a pénzügyi városfejlesztési bizottság most az ülés előtt. Kérem a bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4-igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés. Kérdése jelenkezőt nem látok, vélemény. Egy képviselőtársunk jelentkezett, Remes Gábor képviselőtársamnak, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, képviselőtársaim.
Őszintén szóval nagyon örülök, hogy az idegenforgalom, illetve a város köztudatba való beépítése érdekében léptünk valamit. Nagyon bízom benne, hogy egy sikeres rendezvény lesz, egy hagyományteremtő rendezvény lesz, és hosszú éveken keresztül viszi a város hírét szerte az országban, illetve a határ túloldalára is. Nagyon régóta várjuk, hogy valami hasonló elinduljon. Hogy miért lett több, én gondolom, hogy a fesztivál mi volt amiatt, tehát az rengeteg jogdíj meg egyébekkel jár együtt. Nagyon sok sikert kívánok, hogy elinduljon végre valami. Köszönöm szépen! Köszönjük képviselőtársunknak a támogató véleményt. Bízunk benne, én is abban bízom benne, hogy ez jó sikerül, ez az első, és ennek lesz folytatása. Ugyanaz, mint amit máskor már elkezdtünk ugye a huszárokkal, tehát a határral átkeléssel, az is nemzetközi. Bízunk benne, hogy ezt egy kicsit nehezebben az idén is meg fogjuk tudni rendezni. Ezzel még folyamatban van a tárgyalás, de mindenképpen úgy gondolom, hogy meg kell rendezni ezeket a rendezvényeket, mert ez ad egyfajta olyan hírvelést, egyfajta olyan státuszt, amelyikbe több minden miatt, ugye mivel turizmusban gondolkodunk eléggé, hogy ez alapot ad és bővíti azt a kínálatot, amit Barcs tud kínálni az idejövő embereknek. Ráadásul mind a kettő nemzetközi kapcsolattal jár, tehát a határ túloldaláról is olyan kapcsolatokat tudunk kiépíteni, amelyiknek esetleg később lesz komoly lehetősége, vagy komoly következménye, amelyiket jó értelemben mondom a következményt. Köszönöm szépen még egyszer a támogató véleményt. Szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen a képviselőtestület támogató jegyzőasszony felesége. Bacsváros képviselőtestülete úgy határozott, hogy az első drámamenti nemzetközi halfőző verseny és fesztiválra 723 ezer forintot a polgármester saját hatáskör előirányzata terhére biztosít. Köszönöm szépen. Akkor zárt ülést rendelnék el. Ismertetném a képviselőtestület zárt ülésen hozott határozatát. A testület lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 3 fő esetében döntött, lakáscserére várók névjegyzékére 1 családot vett föl. Köszönöm a figyelmet!